Szerintem ma Magyarországon még mindig sajnos van egy olyan hiedelem, hogy egy embernek mindenhez kell értenie. Én ezért kezdtem el drogozni, mert abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor az volt a fő üzenet, hogy legyél jó tanuló, tudjál jól számolni, helyesen érni, olvasni, stb., hogy minden szinten nekünk tökéletesen kell működni. És én nem tudtam, hallott? Tehát nekem valahogy ez így nem ment. Egy hónapja nem is fogyasztottál egyáltalán alkoholt. Hogy éled meg ezeket a tiszta napokat? Bizony itt lelki eredetű dolgok jönnek elő elsősorban a tapasztalataim alapján. Ugye ez a két gondolat, amiben én személy szerint kapaszkodtam, az, hogy összerogyok, nem baj, mi történik? Hú, kellemetlenebbül alszom. Föl kell kelnem másnap. Akkor is. Tehát, hogy ez adott egyfajta erőt, hogy ebben de nem de volt. Azért ettől nagyon féltél, mert azért arra emlékszem, hogy neked akkor a legnagyobb kihívást az azt jelentette, hogyha elmarad a piálás, akkor hogyan fogsz tudni aludni? Én volt bennem egy kellemetlen, egy ridegségérzést töltött el. Ez a legjobb szó rá, hogy maga a gondolattól. Ahogy szerintem a legtöbb olyan embert, aki este ezzel lazít le, egy óriási ridegségérzés keletkezik benne, hogyha arra gondol, hogy végigcsinálom a napomat, teljesítem, és elmarad az a jutalmazás, amit megszokott a szervezet. Lavíroztunk még ezekben a dolgokban, hogy akkor most szokásokat törünk meg, például azt, amikor egy-egy nagyobb rendezvényre való készülés volt, amire én úgy készültem sokszor, hogy akkor nem fogyasztottam előtte napokig alkoholt. Azt is mondtad, hogy na akkor az azzal legyen megtörve, hogy akkor most viszont fogyasszál előtte. Utána mondtad azt, hogy mostantól indulhat a zéró. Uh-huh. Az volt igazán ideg, amikor mostantól nulla. Uh-huh. Nézzük meg, mi történik. És minthogyha átkattant volna az agyam, tényleg úgy mentem haza, és úgy töltöttem el az estéimet, hogy a folyadék, ezt mindig is beszéltük, hogy a folyadék mennyiség legyen meg. Tehát nagy mennyiségű folyadék, a mozdulatok. Amikor te például mondtad azt, hogy elmész buliba, és akkor alkohol nélkül szórakozol a barátaiddal, bizony úgy öntögeted a dzsúzokat, meg a különböző italokat, hogy te attól tényleg úgy érzed, mert azok a folyamatok, azok megvannak. Most tegyük azt is hozzá, hogyha egészséges folyadékot fogyaszt az ember, például egy csalántát, vagy nyugtatót, levendulatát, citromlével, az rendkívül egészséges a szervezetnek, és ráadásul a regenerálódását is segíti egy mérgekkel teli folyamat után. Tehát én nagy mennyiségű folyadékot vittem be. Hozzá kell tenni, hogy itt nem 3-4 deciről van, hanem 2 liternyi folyadékot is megittem ezen teják formájában, ami egészen bejött, már nem tudtam volna más folyadékot inni, talán ezzel biztosítottam is magam, hogy itt semmi más nem lesz. És hogy ezt mondod, két dolog jut eszembe, hogy az egyik az, hogy itt ténylegesen a hatást, mondjuk a józanító hatást azt teszi meg, hogy megfelelően hidratálod magad, nyugtató teákat használsz, tehát hogy ennek van egy ilyen élettani hatása, és ez az, ami segít, de közben nekem az a gyanúm, hogy te tulajdonképpen felépítettél magadnak egy olyan fantáziavilágot, amiben minden egyes cselekedeted, az tulajdonképpen a célodat támogatja. Hogy te kiagyaltad magadba, ha jól értem azt, hogy mit érdemes magadnak mondani, és az, ami majd támogatja a célom elérését. Tehát, hogy ha én azért kezdtem el inni korábban, mert úgy gondoltam, hogy a rezveratolnak pozitív élettani hatása van, akkor ezek szerint nekem ez egy nagyon fontos motivációs dolog, mármint az, hogy én rendben legyek, meg jól bánjak magammal, és ugye ezt ültetted át a józanságra is, hogyha jól értem. Tehát, hogy kerestél valami olyan belső dialógust, olyan belső párbeszédet, ilyen fantáziavilágot, hogy jó, akkor most összerogytam, és akkor, hogyha megfelelően hidratálom magam, és hogyha ezt eléggé tudományosan csinálom, megtámogatom megfelelő gyógyákkal, akkor majd jól leszek, hogy ez valami ilyesmi történt. Lényegében pontosan erről van szó,
ahogy te is észrevetted, én rendszerekben működöm. Aha. És a rendszer valahol egy függőség. Ugye vannak jó és rossz függőségek. Én a függőség híve vagyok. Aha. A rendszer függőségének a híve vagyok, és a jó rendszerekről nem szeretnék lemondani. Nekem kísérletezés. Akkor te nem alkoholfüggő voltál, hanem rendszerfüggő. Én rendszerfüggő ez volt. Baromi, ez vagy passzú. Rendszerfüggő vagyok. Ez baromi fontos. Ez a vagyok, üzenet. És ezért van mindmáig, nem maradhat ki például rehabilitációs edzés. Amíg itt forgattunk Nógrádgárdonyban, és a stáb beszélgetett veled, addig én elmentem, és itt is leedzettem, mert nagyon korán indultunk, és nem tudtam otthon, aha, vagy elmenni, és akkor lettem nyugodt. Utána kijöttem, és teljesen nyugodtan tudtam folytatni a napot, tehát ennek a függője vagyok. Én azt mondom, hogy amit az ember tudatosan úgy épít fel az életében, hogy ez jó, attól nem baj, ha függ. Tehát nem baj, ha függők vagyunk, ezt én így élem meg. Viszont ha azt veszem észre, hogy valami határozottan rossz hatással van rám, akkor azt le kell építeni. És itt volt fontos a te szereped, azt gondolom, ugyanis hiába voltam én tudatosabban, hogy az ember a saját javára fordítsa a rendszerfüggőséget. Kialakul egy olyan lelki függőség elsősorban az önjutalmazás és a borfogyasztás, alkoholfogyasztás kapcsán, pláne a legkritikusabb időszakban esténként, hogy azt utána viszont nehéz megtörni, ugyanis az önjutalmazás felülír mindent. Most is beszélgettem itt a csapat többi tagjával, és én azt vettem észre, hogy ők valahogy nekem nyilvánítják ezt, hogy én ebben a, most ez a legfontosabb projektem, és hogy ebben a projektben hogy haladok előre, és ez milyen jó. Én ezt mindig is hangsúlyoztam, és a szakmailag akármi is legyen a téma, bármilyen terület, én azt mondom, hogy egy olyan dolgot, amiben nem biztos az ember, mindig profi szakemberre kell bízza. Én ezért is gondoltam azt, hogy nekünk biztos, hogy ez a fajta munka, amit együtt csinálunk, oké lesz. Én akkor teljes mértékben rád bíztam, és akármennyire tűnik úgy, hogy fú, hát ez a srác biztos tudja a dolgát, nem. És nem is akarom tudni a dolgom egyelőre, hiszen én azt mondtam, hogy követem a te utasításaidat. Most úgy érzem, hogy az elején vagyok, mondjuk a 100 szakaszos program első 5 lépését sikeresen teljesítettem, de hozzátenném, hogy nekem kell az instrukció, hiszen azon instrukciók alapján indultam el sikeresen, amiket mondtál. Lehet, hogy pár olyan magvas gondolat volt csak, nem hosszú órákon keresztül beszéltél, pár magvas gondolat, amit aztán meg is tartottam. De ez azért érdekes, amit mondasz is, hogy lehet, hogy ez a sportolói múltadból jön, vagy nem tudom, de ez tényleg ez is egy nagyon erős üzenet, és nagyon fontos dolog. És muszáj erre, ha nem haragszok, két ponton reflektálnom, mert ez bennem is egy csomó mindent elindított. Az egyik az, hogy szerintem ma Magyarországon még mindig sajnos van egy olyan hiedelem, hogy egy embernek mindenhez kell értenie. Én ezért kezdtem el drogozni, mert abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor az volt a fő üzenet, hogy legyél jó tanuló, tudjál jól számolni, helyesen írni, olvasni, stb., hogy minden szinten nekünk tökéletesen kell működni. És én nem tudtam, hallott? Tehát nekem valahogy ez így nem ment. Se a matek, se a helyesírás, és ettől agonizáltam. És ugye állandóan azzal kellett szembesülnöm, hogy milyen béna vagyok. És akkor, amikor kicsi voltam, akkor ugye mi kimentünk Amerikába, én 2 évig éltem ott, és amikor ott jártam általános iskolába, akkor ez úgy megfordult bennem. Mert ott volt egy olyan tapasztalat, ami számomra sorsfordító volt, hogy az édesanyám magyar tanár. Itthon bukdácsoltam magyarból, kimentünk Amerikába, és egy szót sem tudtam angolul. És az iskolába adtak mellénk egy magyar származású korapetítort, Steffi nénit, és akkor anyukám leült vele, és mondta neki, hogy nézd, Steffike, nem lesz könnyű dolog a Dénessel az angol nyelvtanban, meg helyesírásban, mert hogy ő magyarul sem tud. És Steffi néni ránézett, és tudod, mit mondott, Vili? Hogy hát ezt nem értem, Jutka. Az nem baj, ha nem tud helyesen írni, majd ha felnő, akkor lesz titkárnője. És basszus, tudtam, akkor jó helyen vagyok. Mondom, ez az én országom. Nekem lesz majd titkárnőm, vagyis segít valaki abban, amihez én nem vagyok jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az én drogfüggőségem kialakulásának a hátterében ez biztos, hogy benne van, hogy azt várták tőlem, hogy mindenhez értsek. Most
például úgy szembesülök ezzel a ténnyel, hogy azt látom, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindenhez érteni kell. Tehát például elvárnák tőlem azt, hogy legyél édes jó előadó, tudjál jó marketing szövegeket írni, legyél jó segítő szakember, tudjál jó videoblogokat csinálni, stb. Sorolhatnám. És azért volt tök jó hallani, amit mondasz, mert én is azt gondolom, hogy elég, ha csak egy dologhoz értek, ha csak egy dologban vagyok jó, abban, hogy segítő szakember vagyok. Van egy profi, aki megírja a Facebookos szövegeimet. Van egy profi, aki kijavítja a helyesírást. Tehát, hogy ne kelljen már mindenhez érteni, és azért örülök ennek, amit te is mondtál, hogy merjük már kiszervezni a dolgainkat, ne dögöljünk már bele abba, hogy állandóan az elvárásoknak kell megfelelni, hogy én mindenhez értsek. Miért kéne mindenhez érteni? Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, amit mondtál, és azért mondom, lehet, hogy ez a sportolói múltadból fakad, hogy benned van egy olyan alázat, hogy az edzőre odafigyelek. Ő megmondja, hogy merre kell menni, és mit kell csinálni, és én nem gondolkodom, hanem végrehajtok. Ez az igazi profizmus szerintem, amit elmondtál egyébként, és tényleg azt gondolom, hogy akár az országunkban, vagy bárhol akkor lehet nagy változás, vagy maradjunk a saját életünknél, hogyha ezt el tudjuk fogadni. Értsünk egy valamihez, abban legyünk nagyon jók, és a többit szervezzük ki, és ott van a boldogság, a siker és a nyugalom, és nem szakadunk bele a hülyeségeinkbe. Szerint nekem ez így tök jó, hogy ezt így elmondtad. Mi volt az, amit te éreztél, ami miatt azt mondtad, hogy jó, le akarom tenni, és mi az, ami miatt most már egy hónapja, majdnem egy hónapra, gyakorlatilag egy kortyot sem iszol. Amikor mérlegeltem és azt vettem észre, hogy néha sodródom az eseményekkel, és a saját lehetőségeim mondjuk úgy 90%-át nem használom ki.